Bátorsága, és egyébként, amikor fölveszünk embereket, akkor mindig ez történik a felvételi beszélgetéseken, hogy a cége magával nincsenek annyira tisztában az emberek. De ugye, hogyha majd itt törögnek a márkát a kivetítőn, akkor szerintem azok ismerősödök lesznek. A cég tulajdonos egyébként a Ruszki Standard, mint ami most látszódott. Nagyon sok márkánk van, főleg vodkák, amik saját gyártásúak. Ezeket külföldön készítjük, Lengyelországon, Oroszországon. És mellette bevállalunk más világmárkákat, olyan cégeknek a márkáit, akiknek mondjuk nincsenek különböző piacokon saját vállalataik. Nálatok mi a siker stratégia? Tehát nálatok egy külön nehézség az, hogy rengeteg ital van a piacon, és nagyon sok piacvezető márkátok van. Hogy lehet ide eljutni? Mi beszéltünk egy célpiac szegmentációról. Igen, ugye ha valaki bemegy egy hipermarketbe, akkor nagyon-nagyon hosszú az ez volt. Tehát nehéz onnan választani. Mindig kérdés persze, hogy a fogyasztó is hogy tud ezek után dönteni, hogy mit vesz le a polcra. De ugyanezt, hogyha bemegy egy bárba, akkor a bárnak a polcán is van 200 ital. Ez egy nagyon fragmentált piac. Ugye a bárokban is söröknél, boroknál, üdítőknél ugye működik a kivásárlás. Hogy valaki egyszerűen megveszi a jogot, hogy itt is őt árul. Ez ugye a SES-nél abszolút nem működik, tehát nem olyan sok a márka, hogy egyszerűen nem lehet kivitelezni. A mi sikerünk az tulajdonképp annak köszönhető, hogy nagyon nagy szerte ágazó portfóliónk, tulajdonképp minden kategóriában ott vagyunk, és úgy is válogattuk össze ezeket a márkákat, és sikerült megvédeni a márka tulajdonosokat, hogy velünk dolgozzanak, hogy minden kategóriában tulajdonképpen erős szereplők vagyunk. Ugye nem van egy olyan, hát ez kérnek mondjuk olyan mérete és méretgazdaságossága a portfóliónknak, hogy azzal nehéz versenyezni is van. Széles választék, mert ezzel pont azt hallottuk, hogy tisztítsuk meg. Nem csak a széles, hanem hogy a kombinációja olyan a márkáknak, hogy tulajdonképpen mindenhol jó ajánlatot tudunk tenni, amit a konkurencia nem feltétlenül tud megtenni.